Javuló eredmények. A főváros kerületei közül a Hegyvidéken történt a legkevesebb autólopás és autófeltörés az elmúlt egy évben. Közös pont új a pszichiátriai betegek reintegrációját segítő közösségi tér nyílt. Animáció nem csak gyerekeknek, több száz filmet vetítenek a jövő héten induló 16. Anidog Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A főváros kerületei közül a Hegyvidéken történt az egyik legkevesebb autólopás és autófeltörés az elmúlt egy évben a rendőrség bűnügyi térképe szerint. Ez a célzott és rendszeres ellenőrzéseknek és a térfigyelő kamerahálózat fejlesztésének is köszönhető. A Hegyvidéken a fővárosi kerületekhez képest rendkívül biztonságban vannak az autók. Nullára ugyan nem lehet redukálni az autófeltörések és elvitelek számát, de az idei év első 10 hónapjának statisztikái információink szerint azt mutatják, hogy a kéz és lábujjunkon meg tudnánk számolni, eddig hány eset történt a kerületben. Örömmel tudom elmondani azt, hogy az elmúlt időszakban nagy mértékben lecsökkentek mind a gépkocsi lopásoknak, mind a gépkocsi feltöréseknek a számai. Ez betudható az eredményes nyomozásainak, elég sok elkövetőt sikerült eljárásra alávonni, valamint a célzott akciónknak. Folyamatos fejlesztés alatt áll a közterületi térfigyelő kamerarendszer, aminek szintén visszatartó ereje van, és azt is el tudom mondani, hogy maguk a gépjármű tulajdonosok is felelősebben járnak el, amikor a gépkocsiikat leparkolják valahová, az értékeiket nem hagyják szem előtt a gépkocsiban. A kerületi rendőrök munkáját a Hegyvidéki Rendészet járőrözése is hatékonyan támogatja, és a lakók is gyakran jelzik, ha gyanús dolgokat vagy embereket látnak. Ám ami a lakóházak közelében beválik, az nem biztos, hogy működik például a plázák környezetében, különösen most karácsony előtt. Ilyenkor a bevásárlóközpontok karácsonyi vásárok környékén nagyon nagy mértékben megnövekszik a forgalom. Mindenki rohan az ajándékok beszerzése iránt üzletről üzletre, és hát nyilván ilyenkor a gépkocsikban tárolják ezeket a megvásárolt értékes, akár műszaki dolgokat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy őrizetlenül ne hagyjuk, hogyha érték van az autóban, ne hagyjuk ott egy parkolóban. Hogyha vásárolunk egy adott üzletközpontban egy értékesebb műszaki cikket, vagy bármit, azt még a vásárlás helyén, lehetőleg a csomagtartóban nem látható helyen zárjuk el, és úgy érkezzünk meg a következő bevásárlás helyszínére. A mindennapokban használt okostelefonokat, navigációs berendezéseket, laptopokat is időben, és ne az avatatlan szemek előtt helyezzék biztonságba a csomagtartóba. A karácsonyig hátralévő időszak más miatt is több figyelmet és önmérsékletet kíván az autósoktól. Azt szeretném kérni a lakosoktól, hogy lehetőleg, hogyha tehetik, akkor tömegközlekedési eszközeket használják, de amennyiben nem, akkor pedig megfelelő türelemmel járjanak el. Szabályos helyre parkoljanak, mert egy-egy szabálytalan parkolással még nagyobb gondot tudnak okozni egy területen, hiszen akadályozzák a forgalmat. A távirányítós ajtózár működését a legkorszerűbb és legújabb gépkocsiknál is érdemes ellenőrizni. Még akkor is, ha látják, hogy a bevásárló központok környékén gyakoribb vagy szinte állandó a rendőri jelenlét. A BRFK és a 12. kerületi kapitányság ugyanis az elkövetkező hetekben fokozza egyenruhás és civil kollégáinak járőrözését a legnagyobb tömegeket vonzó helyszíneken. Megnyílt a Közös Pont nevű új közösségi tér a Hegyvidéken, amely a Félsziget Klubház tagintézményeként működik. A Közös Pontban nem csak a pszichiátriai betegek reintegrációját segítik, de nagyon sok közösségi programot is szerveznek. Bach prelúdiumát hegedűn adta elő a Félsziget Klubház egyik rendszeres vendége azon az ünnepségen, amelyen nem csak a 14. születésnapról emlékeztek meg, hanem egy új helyiséget is felavattak. A Hegyvidéki Családsegítő keretein belül már 2002-ben működött a film, főző, illetve álláskereső klub a pszichiátriai problémával élők számára, ám az első tényleges klubot 2 évvel később alapították, és 2009-ben költöztek mostani helyükre a Kis János altábornagy utcába. Egy igazi közösséget alkotnak.
Szerintem a helynek a legnagyobb ereje ebben rejlik, azon túl, hogy természetesen szakemberek foglalkoznak velük megfelelő módon. A legfontosabb ez a közösségi élmény, az, hogy van olyan hely, ahová elmehetnek rendszeresen, van egy olyan közösség, amihez tartozhatnak. A klubház egy olyan élettér, ahol a szakemberek is kipróbálhatják a határaikat, és minden nap tanulnak valamit magukról, illetve a társaság tagjairól. A csoport rendszeresen idejáró tagjai pedig úgy használják a klubtermet, mint egy lakás nappaliát. Kávéznak, beszélgetnek, megosztják egymással az élményeiket. Főleg olyan pszichiátriai problémával élőkről van szó, akik járnak hozzánk, akik már több évtizedes pszichiátriai múlttal rendelkeznek, az inkább a krónikusabb betegekről van szó. A fő problémájuk az elmagányosodás, a szorongás, az együttműködés, akár az egészségügyi személyzettel való együttműködés nehézsége, ezt is próbáljuk segíteni, hogy eljutassuk őket a megfelelő segítséghez, hogy megkapják. A klub rendszeres látogatóinak száma egy éve már elérte a 25-30 főt. Kinőtték a klubház épületét. Megkerestek minket tavaly ősszel a munkatársak, családsegítő munkatársai, hogy valóban szükség lenne arra, hogy kibővítsük a teret, hogy kisebb foglalkoztatóknak is teret biztosítsunk. Megtaláltuk ezt a helyiséget itt párházzal odébb, és valóban ez a közös pont, ahogy elneveztük, ez a közös pont lehetőséget ad arra, hogy egyrészt itt is kisebb közös foglalkozásokat tudjanak tartani, ugyanakkor fönt a galérián két kisebb szoba van, ahol pedig szűk körű vagy egyéni foglalkozásokat is tudnak végezni. Az új helyiséggel, a közös ponttal nagy tervei vannak a klub vezetőinek is. Azon túl, hogy a régi klubházból több csoportos foglalkozást már át is költöztettek, a környéken lakók számára is szeretnének programokat szervezni. A céljuk részben a pszichiátriai problémával élők reintegrációja, valamint azokat az előítéleteket, falakat is szeretnék lebontani, amelyet sokan felépítenek az idejáró emberekkel szemben. A közös pontban elsőként Sütő Bálint szobor kiállítását nézhetik meg az érdeklődők. Razzia a Buli negyedben, egy körözött férfit is elfogtak a rendőrök annak az akciónak a során, amit a belvárosban tartottak. A rendőrség, a NAV, a BKK és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közös ellenőrzés sorozatán 4 embert kábítószer birtoklás gyanúja miatt tartóztattak le. 2 nap alatt összesen 54 taxist ellenőriztek, minden második fuvarozóval szemben indult eljárás különböző engedélyek hiánya miatt, valamint 26 járművezető ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Az akciósorozat alatt összesen 186 esetben intézkedtek. Holnap ismét Black Friday, azaz itt a fekete péntek. Nagyon sok üzletben ilyenkor óriási kedvezményeket adnak a vásárlóknak. A fogyasztóvédelem szakemberei többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy a szavatossági szabályok az akciós termékekre is érvényesek. Az online vásárlások esetén pedig a vevőknek 14 naptári napon belül joga van indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Az eredetileg meghirdetett 2-ről 5 milliárd forintra emeli a kormány az otthon melege program keretösszegét. Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára közölte, idén 119 ezre jelentkeztek a háztartási nagygépek cseréjét támogató pályázatra, ami csaknem a duplája a tavainak, ezért emelték meg a keretösszeget. A pályázók akár 45 ezer forintos támogatást is kaphatnak. 10,4%. Egy év alatt ennyivel nőttek az átlagkeresetek. A KSH friss jelentése szerint szeptemberben a bruttó átlagbér meghaladta 322 ezer forintot. A növekedésre a munkaerőkereslet élénkülése, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, a költségvetési szféra egyes területeit és bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással. Csütörtöktől megszűnik a forgalomkorlátozás a Csőrsz utcában, a vízművek ugyanis befejezte a vízvezeték cseréjét. Az utcában ismét két irányú lesz a közlekedés. Hamarosan új kiadvány készül, amely a hegyvidéken élő idősek számára nyújt majd hasznos információkat. Erről is szó volt az idősügyi tanács legutóbbi ülésén.
Megtartotta éves ülését a Hegyvidéki Idősügyi Tanács, ahol a 12. kerületi önkormányzat képviselői mellett a kerületi gondozási központok idős klubjainak vezetői vitatták meg az önkormányzati döntéseket, valamint javaslatokat tehettek és véleményüket is elmondhatták a kerület szépkorúit érintő intézkedésekről. Már 5,5 éve működik az Idősügyi Tanács, 2013. májusában jött létre. Tulajdonképpen azért tartottuk fontosnak azt, hogy életre hívjuk ezt a grémiumot, mert a kerületünkben nagyon nagy számban élnek idős emberek. A 60 év fölöttiek a teljes lakosságnak a 33%-át teszik ki, és még ennél idősebbek is, nagyon sokan, nagyon nagy számban vannak a kerületben. Ezért aztán fontosnak tartjuk azt, hogy visszajelzéseket kapjunk azzal kapcsolatban, ami tevékenységeket végzünk az idősekért, az idősek kedvéért itt a Hegyvidéken, az idősek szolgálatában. Úgy legyünk jelen a kerület életében, hogy tudjanak rólunk, ismerjenek bennünket, forduljanak hozzánk bizalommal, azt érezze a lakosság, hogy tényleg a kérdésére megkapja a megfelelő választ. Ha nem tőlünk, mi hozzásegítjük ahhoz a tájékoztatási szervhez, vagy ügyintéző szervhez, akihez a probléma, vagy a kérés, vagy a kérdés tartozik, és arra adekvát választ tud adni, adekvát segítséget tud nyújtani. Az ülésen egy szépkorúaknak szóló kiadvány létrehozásáról is döntés született. Kiadványt szeretnénk megjelentetni, ami az idősekkel foglalkozik, az idősekért, az idősekkel kapcsolatos programok, és minden, ami itt a kerületben az idősekkel kapcsolatos, ahogyan már az oktatásról, a sportról, és most hamarosan a kultúráról is megjelent, illetve megjelenik kiadványunk, így lesz egy idősekkel foglalkozó kiadványunk is. Ennek a tematikáját most állítjuk össze, és fontosnak tartottuk azt, hogy az idősek véleményezzék ezt, jónak találják-e, ne csak mi szakemberek, hanem ők maguk is ehhez hozzászólhassanak, tanácsokat adhassanak nekünk. Dr. Németh Ákos hivatásának tekinti, hogy önkéntes alapon színesítse a kerület életét az általa szervezett programokkal. Fölvetődött, hogy én például amatőr színházban, a Tarka színpadon a bűnmegelőzésről egy vidámabb kabarés feldolgozást csinálunk, de most ezt szívesen elhozzuk. Hasonlóképpen egy állandó színház teret keresünk, úgyhogy ennek esetleg a Jókai Klub megoldása lenne, de minden más jó megoldás érdekelne, ahova el tudunk komoly darabokat, vidám darabokat, vagy ilyet is, ami mondjuk a rendőrséggel kapcsolatos, el tudunk hozni. A Hegyvidéki Önkormányzat több programjával is támogatja idős polgárait, ilyen például az Otthon Megöregedni program. A világ minden tájáról érkeznek animációs filmek a hétfőn induló 16. Anilóg Nemzetközi Animációs Fesztiválra. Idén is az elmúlt év legjelentősebb alkotásait mutatják be. A századforduló Párizsának művészvilága elevenedik meg Michel Ocelot filmjében. Ez az alkotás lesz az idei Anilóg Nemzetközi Animációs Filmfesztivál nyitó filmje. A vetítés után a francia rendezővel is találkozhat a közönség. A november 28-a és december 2-a között zajló fesztiválon 300 animációs rövidfilmet és 10 egész estés filmet láthatnak a nézők. A világ minden tájáról érkeztek alkotások a 16. Anilóg Filmfesztiválra, amelynek középpontjában idén Olaszország, Horvátország és Szlovénia áll. Folyamatosan járjuk a világ fesztiválját, folyamatosan gyűjtjük az információkat, milyen filmek készültek el a világ bármely pontján, amelyek jelentősek, érdekesek, valamilyen szempontból túlmutatnak a standardeken. Na és ebből a nagyon színes kavalkádból készítünk egy válogatást. Itt 5 napon keresztül 55 eseményünk, vetítésünk lesz a fesztivál különböző helyszínein. Tehát aki nem járja a világ nagy animációs fesztiváljait szakmaszerűen, mint mi, az itt 5 nap alatt végig tudja nézni, hogy mi történt az animáció területén az elmúlt évben. A rövidfilmek versenyében több mint 2000 nevezés érkezett. Ebből választotta ki a zsűri azt a 30 alkotást, amit a fesztiválon is bemutatnak. Aki nagyra tartja az önkifejezésnek ezt a legkomplexebb módját, az animációs filmkészítést, az rá fog találni valami olyanra, ami majd bizonyosan megmozgott belül valamit. Én bevallom, hogy
igazi gyöngyszemeket találtam. A 16. Anilógón mutatják be a Candide kalandjai című magyar alkotást is, amely Walter művének 21. századi adaptációja. Egy egészen egyedi vizuális világ született. Ugyanakkor Walter szellemiségéhez is hűek maradtunk, ez nem egy szó szerinti adaptáció, tehát a könyvet, illetve a szellemiséget, ezt a kritikai nézőpontot alapul véve, mi kiválasztottuk azokat a kortárs 21. századi társadalmi gazdasági problémákat, amelyekről azt gondoljuk, hogy hasonlóan nagy problémák, mint az eredeti Candide című könyvben. A programok egyik fő helyszíne az Uránia Nemzeti Filmszínház, de a francia és a lengyel intézetben is lesznek vetítések. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!